Élelmiszerbotrányok sora rengette meg a fogyasztók bizalmát Európában. Franciaországban a Buitoni cég pizzáiban E. coli baktériumot mutattak ki, korábban pedig több Kinder csokoládé terméket hívtak vissza szalmonella veszély miatt. Az európai élelmiszerbiztonsági rendszer az egyik legszigorúbbnak számít a világon. Szakértők szerint azonban a tehetetlen tagállami hatóságok és a hanyaggyártók miatt lehetnek szennyezett termékek a boltok polcain. Három éve közzétettünk egy jelentést a hivatalos ellenőrzések számának aggasztó visszaeséséről. Ezeknek a szerveknek ugyanis folytán vannak az erőforrásaik, és csökken a költségvetésük is. Ez a folyamat pedig botrányokhoz vezet, hiszen a gyártók a saját eszközeikre támaszkodnak, ugyanakkor ha csak az önellenőrzés marad, akkor a szabálytalanságokat kockáztatjuk, mondta egy fogyasztóvédelmi szakértő, Camille Perrin. Az elmúlt 20 évben az ellenőrzések száma 10%-kal csökkent Belgiumban, Franciaországban pedig 30% ez az arány. Az Európai Parlament évek óta szigorítást követel, a képviselők szerint ugyanis nem helyes a nagy cégekre hagyni a saját termékeik ellenőrzését. Egyrészt jelenleg Európában állítják elő a legjobb minőségű élelmiszert a világon, másrészt viszont mégis keményen fogalmazok ebben a témában, hiszen bőven lenne lehetőség az előrelépésre. Javítani kell a szabályokon, nem bízhatjuk el magunkat. Azt mondanám, a rendszerünk 80%-ban megbízható, a maradék 20%-ban viszont javítani kell, mondta egy francia szocialista EP képviselő, Eric Andrieu. Az európai élelmiszerlobbit képviselő Food Drink Europe nem kívánta kommentálni a botrányokat. Írásos válaszukban jelezték, továbbra is együtt működnek az illetékes hatóságokkal és az Európai Bizottsággal is azért, hogy a lehető legmagasabb minőséget biztosítsák az élelmiszeripari termékeknél.